Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora szeptember 11-én hétfőn. Izraeli testvérvárosa lett Mária Pócsnak, erről is szó esik a mai műsorban. Jöjjenek a részletek! Megállapodás, izraeli testvérvárosa lett Mária Pócsnak. Becsengettek, lelki terhet jelent az iskolakezdés a diáknak és a szülőnek. Fejlődés, új közösségi teret adtak át Laskodon. Az izraeli Beit Jalával kötött testvérvárosi megállapodást Mária Pócs polgármestere. Az új partnerek pénteken látogattak el a vármegyébe, a sajtóeseményen Kerecsen József is részt vett. Idén márciusban készültek ezek a képek Beit Jalában. A palesztin város 10 kilométerre fekszik Jeruzsálemtől, lakosságának nagy része üldözött keresztényekből áll. Akkor tavasszal a magyar delegáció azért volt jelen, hogy Beit Jala és Mária Pócs között megkössék a testvérvárosi megállapodást. Néhány nappal ezelőtt a palesztinek első magyarországi látogatására is sor került. A város polgármestere, ortodox papja, valamint Magyarország tiszteletbeli konzulja a Hieroteosz Egyesület közvetítő munkájának köszönhetően érkezett Mária Pócsra. Én nagyon örülök, hogy eljutottunk ebben a jellegben Szatmárcsekére is. Szatmárcseke nemzeti imádságunk szerzőjének, a himnusz szerzőjének, Kölcsei Ferencnek a szülőfaluja is. Azt gondolom, hogy ennek a találkozónak is alapgondolata tud lenni az, hogy Isten áld meg a magyart, és Isten áldjon meg minden embert, minden olyan embert, jó szándékú embert, aki ezért a világért valamit tenni szeretne. És én annak örülök, azért örülök annak, hogy Beit Jala és Mária Pócs között összejött ez az együttműködés, ez a kapcsolat, mert Beit Jalával olyan emberek, olyan tiszta szívű, tiszta lelkű palesztin keresztény testvéreinket ismerítük meg, akik sok esetben, hiszen azért a Közel-Keletről szóló híreket mindannyian halljuk a hírekben, és azért akkor, amikor kint voltunk, is hallottunk mondjuk puskaropogást, és amikor megkérdeztük a gépkocsi vezetőt, azt mondták, hogy ez itt mindennapos, tehát senki nem nagyon lepődött meg ezen. És abban a pillanatban úgy a saját magunk Mária Pócsi, nyírbogáti, vagy épp nyíregyházi életét rögtön is kezdtük tudni szeretni, hiszen lehet, hogy itt is vannak mindennapi problémák, lehet, hogy magasabb a rezsiszámla, mint 2 éve volt, de azért van egy nagyon sok olyan dolog, amely számunkra nem a mindennapok része, ott pedig a mindennapok része. És a béke, amit most mi annyira mondunk itt Kárpátalja mellett pár kilométerre, az ott Közel-Keleten még aktuálisabb volt, és lehetett látni azt, hogy mekkora nehézségek között is lehet emberhez méltó életet élni, és azért kell megtennünk mindent, hogy itt Magyarországon, itt Európában emberhez méltó életet élhessünk. És ez szerintem ennek a kapcsolatnak is az alapja is. Én azt gondolom, hogy Mária Pócs, a nemzeti kegyhelyünk, európai, világszintű megismertetése, minél több keresztényhez való eljutatása mindannyiunk egyik legszebb küldetése. Én ezért örülök annak, hogy részese lehetek, és ezért örülök, hogy ez az esemény megrendezésre került, amelynek a mottoja egység és kereszténység. És ennek a találkozónak, ennek a kapcsolatnak is mottoja tud lenni az, ami Szent II. János Pál pápa nagy ismertségnek örvendő beiktatási beszédében hangzott el. Ne féljetek! Ha nem félünk, ha félelem nélkül élünk, akkor a kapcsolatainkban, az emberi és világi dolgainkban még többre vagyunk hivatottak. Pap Bertalan Mária Pócs polgármestere úgy fogalmazott, számos helyen párhuzamba állítható Beit Jala és a magyarság történelme. A településvezető hozzátette, az együttműködés erősíti a keresztény értékek összefogását. Beit Jaláról tudni kell, hogy egy 18 ezres többségében keresztény vezetésű kisváros, Betlehem mellett, Betlehemmel együtt van építve, és több évtizede polgármester is a vezetése keresztény, és ezért érthető, hogy Mária Pócssal, mint nemzeti kegyhellyel keresték a kapcsolatot, kerestük közösen a kapcsolatot, és ezt ratifikáltuk márciusban kint a Palesztinában. Ennek lehet turisztikai vetülete is későbben, tehát nem tudjuk, hogy egy-két évtized múlva mi lesz a világban, remélik, hogy jobb lesz. Illetve a
a Hungary Helps mozgalom, aki ennek a támogatója, illetve a kitalálója, nem titkolt szándékkal a keresztény értékrendnek az összefogását. Azt tudjuk, hogy Magyarország az egyik védőbástyája Európában, és ők pedig üldözött keresztények ott, tehát kisebbségben vannak. Az izraeli megszállás, illetve az iszlám rohamos behódolása miatt csökken a területe a városnak is, illetve a lakossága is. Tehát valahol egy kis Trianon, mint ami nekünk volt 1920-ban. Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi főegyházmegye érsek metropolitája azt mondta, az együttműködés révén számos területen segíthet egymásnak Mária Pócs és Beit Zsala. Fiatal kezdő püspök koromban többször is részt vettem különböző béketárgyalásokon, nemzetközi, vallásközi, nemzetközi béketárgyalásokon, mert fontosnak tartottam, hogy tegyünk a békéért, mert az emberiség egyik legszörnyűbb botránya a háború. Azonban néhány évi tapasztalat után arra az elhatározásra jutottam, hogy nem megyek most már ezekre a nemzetközi béketárgyalásokra, vallásközi tárgyalásokra. Egyrészt azért, mert azt érzékeltem, hogy ott is ugyanúgy felszínre kerülnek az emberi ellentétek. Jelesül, amikor az utolsó ilyen vallásközi béke rendezvényen részt vettem Bakuban, akkor hát nagyon élesen felszínre jött a palesztin zsidó ellentét, és azt mondtam, hogy nem érdemes akkor ezeket az erőfeszítéseket pusztán emberi módon próbálni megvalósítani. Az ember önmagával sincsen békében. És ez az ok annak, hogy nem tud békében lenni a szomszédjával, a rokonával, a testvérnépekkel, vagy éppen az ellenséges népekkel. Isten nélkül nincsen béke. És ez az mi együttműködésünk, amikor Mária Pócs egy palesztin várossal köt testvérvárosi kapcsolatot, ennek is az alapja hit, az Istennel való kapcsolatunk legyen. Túl azon, hogy igyekszünk majd egymásnak segíteni anyagi dolgokban is, humanitárius dolgokban is, akár a turizmus föllendítésében, hiszen ebben is nagyon sokat tudunk egymásnak segíteni. A legfőbb kapcsolódási pont az Isten hit, az Istenhöz való kapcsolódásunk legyen. Ez a testvérvárosi együttműködés és Palesztina és Magyarország közötti együttműködés is minél több embert vigyen közelebb Istenhöz. És akkor fog tudni közeledni majd egymáshoz ember és ember, esetleg a határon, vagy a kerítésen, vagy a kőfalon egyik és másik oldalán lévő emberek is. Erre azonban már valóban csak az Isten képes. Ezért erre buzdítok mindenkit. Az Istennel való békénk, az Istennel való egységünk a legfontosabb törekvésünk legyen, és ennek nyomán, ennek gyümölcseként fog tudni megvalósulni majd a béke, egymáshoz való közeledés, és ezért nagyon alkalmasnak és helyesnek találom, hogy ennek a mai találkozónak, konferenciának is ez a címe: Egység és kereszténység, hiszen kereszténység nélkül nem lehet egységet megvalósítani, de az is igaz, hogy kereszténységünk hiteléhöz nagyon nagy szükség van erre az egységre. Ezen munkálkodjunk közösen, ehhez kérjük az Isten segítségét. Azbej Trisztán üldözött keresztényeket segítő programért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a két város között létrejött testvérvárosi megállapodás hidat képez a keresztények között. Ez a kapcsolat nem csak két város és közösség szorosabbra fűzött együttműködését jelenti. Híd ez a kereszténység két kicsiny, de fontos és fényes égköve között. Mária Pócson vagyunk, egy kicsiny Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településen, ami Közép-Európa legnagyobb görög katolikus zarándokhelye. Egy olyan szent helyen vagyunk, ahol az Isten szülő ikon három alkalommal is könnyezett, ha jól tudom.
egy olyan helyen, ami túlmutat a megye határon, sőt az ország határon, és ami az elmúlt évtizedekben a különböző felekezetek, közösségek találkozási pontjává vált, és ahová évente több százezer zarándok látogat el. Sokan közülük hálát adni érkeznek ide, mások kérnek, de mindenki hasonló céllal, vággyal érkezik, megnyugodni, elcsendesedni az Isten szülő kegyképe előtt. Bejt Zsala Palesztina egyik legnagyobb keresztény lakosságú többségű települése. Jeruzsálemtől 10 kilométerre fekvő város nem csak Jézus Krisztus bölcsőhelyének a közelében található, hanem a kereszténység bölcsőjének a közepén. Abban az áldásban részesültem, hogy életemben több alkalommal is járattam itt. És amikor ott jártam, akkor tudtam meg, hogy Mária Pócshoz hasonlóan Bejt Zsala is egy nagyon fontos zarándokhely 2000 éve. Azt is megtudtam, hogy az egyik legfontosabb zarándok, aki itt járt, a Szent Miklós püspök, akit a magyarországi gyermekek Mikulásként emlegetnek. Mindkét város jelentős szerepet tölt be a keresztény emberek és a keresztény emberek kapcsolatában, emberek és emberek kapcsolatában. A két település hidat képezte át az emberek között, a mai napon pedig Mária Pócs és Bejt Zsala városok egymás között képeznek hidat, immáron március óta testvérvárosi kapcsolatuk létrehozásával. Tisztelt ünneplők, kedves testvérek! A magyar történelemben a kereszténység kulcs szerepet játszott, és ez az örökség a mai napig fontos részét képezi az önazonosságunknak. Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy támogassa szerte a világon a keresztény közösségeket. Így támogatjuk a Szentföldnek a mára már kisebbségé vált közösségeit, és így támogatjuk más vidékeken, Szíriában, Irakban, de Afrikában is azokat a keresztény testvéreinket, akiket a hitük miatt nap mint nap fizikai fenyegetés és üldöztetés fenyeget. A palesztin város delegációja a többnapos magyarországi látogatása során Szatmárcsekére, a himnusz szülőföldjére is ellátogatott. Kicsit több mint egy hete már becsengettek az általános iskolákban. Az elsős kisdiánkokat is megviseli az iskolakezdés, sőt, sokszor a szülőket is, főleg ha az első gyermekük kezdi meg tanulmányait. Mire érdemes odafigyelni, és mire nem az első időszakban? Vendégem Olá Gabriella, klinikai szakpszichológus. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Ugye, hogyha a szülő a elsős gyermekét indítja iskolába, és mondjuk az az első, tehát a legidősebb gyermeke, még nincs tapasztalat abban, hogy milyen elsőt kezdeni, szorong a szülő is, szorong a gyermek is. Melyek azok a tünetek, amelyeket komolyan kell venni a gyerekeknél, és melyek azok, amelyekre inkább legyinteni kell? Ez így van, nagyon jól fogalmazott, hogy nagyon sokszor a szülő is szorong, és hát ez egy izgalmas időszak, azért ezt mindenkinek meg kell szokni. Általában azért azt javasoljuk, hogy adjunk ennek időt, tehát a gyerkőc egy hete csengettek be, nem egyik napról a másikra lesz iskolás, hanem hát ez hetekig és hónapok alatt zajlik. Úgyhogy legyünk türelemmel, és hogyha az elején még előfordulnak a sírdogálások, akkor semmiképpen nem tiltsuk ezt a gyereknek, vagy ne kezdjük el jutalmazni a nem sírásért, hanem biztassuk arra, hogy nyugodtan fejezze ki az érzéseit, de igyekezzünk megnyugtatni, és inkább arra koncentrálni, hogy hamar meg fogja szokni ezt a helyzetet, és ez hamar el fog múlni. Akkor érdemes szakembert felkeresni, hogyha ezek a tünetek mondjuk 4-6 hét múlva is még mindig fennállnak, tehát még akkor is nagyon nehéz a reggeli elválás, a sírás, de akkor is nagyon gyakran elegendő, ha a szülővel átbeszéljük ezeket a reggeli helyzeteket, hogy ő hogyan tud segíteni. Nem biztos, hogy egyből már a gyereknek is szüksége van segítségre. Bízunk a tanítónénikben is, hiszen ők nagyon tapasztaltak, és azért már nagyon gyakorlottak abban, hogy szoktassák be a kis elsősöket, és általában arról szoktak beszámolni a szülőnek, azzal nyugtatják meg őket, hogyha reggel sírdogál is a gyerek, de amint elkezdődik a tanóra, akkor minden más leköti a figyelmét. Hogyha egy gyerek csak reggel pár percig az elválásnál sír, az nem olyan nagy probléma, természetesnek is tekinthető még,
és hogyha viszont egész nap játszik, tanul, eszik az iskolában, akkor ezzel különösebb teendő nincsen. Mit tanácsol, amikor azt veszük észre a gyereken, hogy izgul, nagyon feszült, akkor próbáljunk neki azt mondani, hogy milyen jó iskolába járni, tehát egyfajta egy ilyen boldogságot átadni, vagy lehet, hogy az is kontraproduktív, mert akkora lesz a szakadék a tapasztalt, meg a szülő által elmondottak között, hogy zavarba jön a gyermek. Szóval mi a legjobb stratégia ilyenkor? Hát talán az, hogy legyünk empatikusak a gyerekkel, tehát próbáljuk megérteni azt, hogy ő most ténylegesen fél, szorong, izgul. Nem, ne legyünk csak erre, hogy ó, hát ez semmiség, ó, hát ez nincs itt semmi baj, vagy nem kell félni, hanem nyugodtan érezzünk vele együtt, hogy igen, ez egy új helyzet, szokatlan, ezt még meg kell szoknod, és nem baj, hogyha még most ez nem megy olyan könnyen. Úgyhogy talán ez egy hitelesebb hozzáállás, mint hogyha minden áron rózsaszín felhőkbe öltöztetjük itt ezt a helyzetet. És hát még azzal is tudunk segíteni, hogyha tényleg a szülő mesél akár a saját élményeiről, illetve ha ő valahogy saját magát meg tudja nyugtatni. Hiszen egy izgulós gyereket, egy szorongó gyermeket egy nyugodt szülő tud igazán megnyugtatni. Úgyhogy bizzon ő is a szülői képességében, bizzon a gyermekében, a tanítóban, és akkor így hamar túl lesznek ezen a kezdeti időszakon. Ha azonban előfordulnak már komolyabb panaszok, mondjuk hányinger, hányás, fejfájás, hasfájás, gyakran kell pisilni menni, reggel vécére menni a gyereknek, vagy éjszaka rémálmai vannak, sírva ébred, nagyon nehezen alszik el. Na, ezek azok a tünetek, amik azért pár hétig fennállnak, akkor már érdemes szakember segítségét kérni. Ugye az iskola egy új közösség, az óvodából már egy olyan közösségben megy, ahol ugye megint gyerekek vannak ugyan, de vannak szabályok, korlátok, amiket vagy könnyen, vagy nehezen vesznek ezek a gyerekek. Hogyha a gyerekek egymás közt konfliktusokat tapasztalnak, akkor ott mit tanácsol a szülőnek? Ugye legszívesebben ugye azonnal ott teremne, és ő maga igazságot szolgáltatna, de nyilván nem ez a legjobb módszer. Mit tanácsol szülőknek? Igen, eddig pont az kicsit a szorongó gyerekekről beszéltünk, de természetesen vannak azok is, akiknek meg kell szokni, hogy mik itt az új határok, és akkor ezeket egy kicsit próbálgatják, feszegetik, illetve azért a gyerekek között is, hát úgy szoktuk mondani, hogy ilyen csipegetési sorrend kialakul, főként a kisfiúk között, úgyhogy elő-elő fordulnak még itt az első hetekben, napokban konfliktusok, úgyhogy míg az erőviszonyok úgymond kialakulnak közöttük, hát szerintem ezt is elsőként bízzuk a tanítónénikre, hogy ezt jól kezeljék, de vegyük azért komolyan az ő jelzésüket, hogyha azt mondják, hogy beszélgessünk el a gyermekkel, hogy mit szabad, mit nem. Ha egy-egy fekete pont ilyenkor becsúszik, ne tekintsük tragédiának, de azért figyeljünk oda, hogy ez a későbbiekben majd valamit jelez, hogy mire van szüksége a gyermeknek. Abban segítsen, hogyha már fiúkról van szó. Igen. Mondjuk összekap két gyermek, összeverekszik, vagy nem, szóval valami történik. Vagy az egyik a másikat esetleg úgy kezeli, ami nem kellemes. Akkor mit mondjunk a fiúknak? Hogy szólj a tanítónéninek, vagy azt, hogy védd meg magad, vagy mindkettőt? Mit tanácsol? Hát igen, inkább azt mondanám, hogy első napokban és hetekben még tapasztaljuk már ki, hogy mi újság az iskolában, tehát inkább az ottani szokásrendszert. De szerintem ezt a tanítónénik elmondják, hogy ilyen esetben mi a teendő. Hát ez a védd meg magad, meg állj ki magadért, ezt nagyon könnyen használják a szülők, és persze szükség is van egyfajta önállóságra a gyerekeknél, csak azért ezt meg kell nekik tanítani, hogy mit jelent az, és meddig tart az, hogy én megvédem magam, és mi az, ami meg már esetleg támadásnak minősül. Úgyhogy ezekről beszélgetni kell, ezekkel foglalkozni kell. Egy ilyen elmondott mondat, hogy védd meg magad, meg állj ki magadért, ez még egy gyermeknek nem biztos, hogy túl sokat mond. Beszéljünk kicsit a tanulásról is. Ugye ebben az időszakban van, amikor az ember vagy a gyermekek ugye olvasni és írni kezdenek megtanulni, és hogy már beindul a gyermekekben is, de a szülőkben is, hogy na, akkor mikorra kell már megtanulni. Ugye régen úgy volt, hogy karácsonyra illett azért már valamennyire tudni olvasni, megírni, ma már egy kicsit más a ritmusa a pedagógiának, de a tudomány mit mond? Tehát milyenek a gyerekek? Mennyi időt kell hagyni ahhoz, hogy úgy szépen egymás beérjék a gyerekek?
Hát itt nagyon nagyok az egyéni különbségek, úgyhogy ebben én nem is biztos, hogy tudnék egy konkrét időpontot mondani. Sokkal inkább a gyermeknek önmagához mérten kell a fejlődését figyelni, hiszen van, aki éppen alig betölti a 6 évet, úgy kezdi az iskolát, van, aki még egy plusz év óvodai nevelésben részesült. Tehát vannak nagyon nagy életkorbeli egyéni különbségek az ő képességeikben, a részképességeikben, a tanulási zavarra való hajlamukban, vagy ezeknek az előjeleikben, úgyhogy inkább itt a néha lassabb fejlődés, vagy legalábbis, hogyha türelemmel vagyunk, az hosszú távon lehet, hogy eredményesebb lesz, hiszen nagyon-nagyon sok a tanulási nehézséggel küzdő gyermek tanuló, úgyhogy itt ha biztos alapoknak kellő időt adunk, amik ezeket sok gyakorlásra le tudják sajátítani, akkor az hosszú távon eredményesebb lesz, mint hogyha most ilyen nagyon gyors fejlődést várunk. És ezekben az esetekben is azért már az óvoda is jelezte, a kollégák kiszűrik ezeket a gyerekeket, akiknek valamilyen fejlesztésre vagy egyéni haladási tempóra van szükségük, de ugyanúgy erre a tanárnénik is odafigyelnek, úgyhogy ha a szülő ilyen jelzést kap, akkor ezt tekintse segítségnek, és éljen ezekkel a fejlesztési lehetőségekkel, amiket megajánl az iskola, vagy a pedagógus, vagy a pedagógiai szakszolgálat, mert ezek mindenképpen a prevencióval nagyon korán már tudnak segíteni. Egyébként ugye ez óriási kérdés mindig a szülőkben, hogy mikor vigyük ugye iskolába a gyereket, mert némi mozgástere van azért a szülőknek. Igen. Ön mit tanácsol? Én hallottam olyat, hogy a fiúknak nem baj, hogyha egy plusz évet még óvodában maradnak. Lányok azok sokkal gördülékenyebben tudják kezdeni az iskolát. Ön mit tapasztal a Hát ez ennyire nem egyszerűsíteném le, hogy fiúk, lányok, hanem itt is nagyon sok szempontot mérlegelnek a szülők is, az óvodapedagógusok is, a vizsgáló szakemberek. Tehát valóban a szülőknek van lehetőségük kezdeményezni azt, hogy további egy év óvodai nevelésbe részesüljenek a gyerekek, de azért ezt megfelelő indokkal szokták tenni, és akkor ilyenkor szakemberek felmérik a gyerekeknek a egyrészt képességeit, másrészt a figyelemkoncentrációt, az, ami most nagyon-nagyon-nagyon nehezen fejlődik, vagy az éréssel egy picit talán lassabb, és talán ez az, ami a fiúknál is egy kicsit problémát okoz, illetve náluk még a túlmozgásosság, a túlzott mozgásigény. Úgyhogy talán emiatt szoktak általánosítani, így, hogy fiúk, lányok, de én itt is azt mondanám, hogy ugye egy óvodapedagógus azért 3 évig ismeri a gyereket, nagyon érdemes ráhallgatni. Az óvodában most már 3-5 éves korban különböző logopédiai, pszichológiai szűrővizsgálatokon vesznek részt a gyerekek, ahol pontosan képet kaphat a szülő a gyerek fejlettségi szintjéről. Úgyhogy ezekre a visszajelzésekre is érdemes figyelni, de azért a szülő ismeri legjobban a saját gyerekét, ő is tudja, hogy esetleg a családi életében milyen változások történnek, tehát nagyon-nagyon sok szempontot érdemes ilyenkor mérlegelni, akár még a testi fejlettséget, a betegségekre való hajlamot. Úgyhogy az iskola érettség megállapítása az egy ilyen összetettebb folyamat, de ebben van lehetőség a szülőknek is döntésre és a szakember segítségét is igénybe venni. Tapasztalja egyébként, hogy egyre több a figyelemzavaros gyermek az önpraxisában is? És vajon mi lehet ennek az oka, ez a civilizációs probléma? Igen, ezt egyébként tapasztaljuk, nem tudnék most statisztikát mondani, de mindenképpen egy növekvő tendencia figyelhető meg már óvodáskortól. Kollégáimmal azért sokszor beszélgetünk arról, hogy valószínűleg a nagyon korai digitális eszközhasználat is hozzájárul ehhez, hiszen ma már az óvodás gyerekek, de még talán a kisebbek is nagyon-nagyon sokat használják ezeket az eszközöket, tehát sok időt töltenek vele, és bár úgy látszólag a szülők meg vannak nyugodva és elégedve, hogy nagyon ügyesen kezelik ezeket az eszközöket a gyerekek, akkor biztosan minden rendben van, de hát ezek nagyon gyakran csak egy-két képességterületre hatnak, és nagyon-nagyon sok minden más kimarad, akkor, hogyha a gyerek órákat tölt egy ilyen táblagép vagy egy mobiltelefon előtt, úgyhogy a legkoraibb életkortól kezdve nagyon jó szívvel azt tanácsolom a szülőknek, hogy igyekezzenek reális keretek között tartani ezt a képernyőidőt, mert bizony ott nagyon-nagyon gyorsan változnak az ingerek, a vizuális effektek, a gyerekek ehhez szoknak hozzá. Ezek után beülni egy osztályterembe, ahol
van egy tanítónéni, akkor elég lassan történnek számukra az események is, és ezt megszokni, meg átállni az online, digitális világról a való világra, ez néha nehézséget jelent, úgyhogy ezek is szerintem szerepet játszanak ebben. Még akkor is, hogyha esetleg ezáltal mondjuk veszekedni kell a gyerekkel, tehát ki kell így tőle venni, akkor is ezt a konfliktust fel kell vállalni. Ez így van, ez nagyon-nagyon fontos, amit most említett, mert nagyon sok szülőnek hát ez nehézséget okoz, mert ez való igaz, hogy ez egy konfliktus helyzettel jár, ezt szerintem el kell fogadni és fel kell vállalni ennek árán is. Muszáj, hogy korlátozzuk a képernyő használatot. De hogyha komolyabb problémákat veszünk észre a gyermeken, akkor ugye ne féljünk a szakembert fölkeresni, mert még akkor is, hogyha az ember úgy gondolja, hogy úristen, azért nem mennék inkább a pedagógiai szakszolgálathoz, vagy egy pszichológushoz, hogy nehogy stigmatizálják a gyermeket, nehogy valahova bekerüljön az, hogy mi voltunk. Hát most már azért szerencsére nagyon sok szakember jelen van az óvodákban, óvodapszichológusként, az iskolákban iskolapszichológusként, ott például nem feltétlenül készülnek szakvélemények. A pedagógiai szakszolgálatban is van egy nevelési tanácsadási ág, ahová a szülő kérésére és hát úgymond nyom nélkül, vagy szakvélemény nélkül is lehet segítséget kérni a szakemberektől. Amikor már ez hivatalosabb útra terelődik, az inkább a komolyabb tanulási vagy magatartási problémáknál van. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, hát számítunk a szakértelmére a későbbiekben is majd. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Más témával folytatjuk. Új közösségi teret adtak át Laskodon. A mintegy 30 millió forint értékű beruházásból sikerült megmenteni a községházával szemben lévő régi ingatlant, amely korábban családi házként, kovács műhelyként, valamint postaként is működött. Az átadón Karab Zoltán járt. Így néz ki az az új közösségi tér, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át Laskodon a községházával szemben. Az önkormányzat első ütemben 5 millió forintért vásárolta meg az ingatlant, majd a Magyar Falu program keretén belül 24 millió forintból újította fel az épületet. A helyi lakosok összefogásának eredményeként számos helytörténeti relikviát és népművészeti tárgyat sikerült összegyűjteni, így a közösségi tér sajátos hidat képez a múlt és a jelen között. Két külön világban, az egyik, csak ide látogató is megnézi, hogy milyen épített örökségek voltak, milyen foglalkozások lehettek benne, a másik pedig az itt embereknek a büszkesége, hogy egy családnak az értékét megmentették, és egy közösségi szinteret varázsoltak belőle. Gyönyörű mind, amit az Isten formált, csodaszép minden, mit keze. Amire mindenki büszke volt otthon, a saját családjában, a saját közösségében, amit féltve őrizgetett, azt most itt erre a kezdeményezésre, hogy itt a település közepén meg tudjon jelenni, és egybegyűjtsik azokat a tárgyakat, amelyek jellemzik Laskod közösségét, azok meg tudjanak jelenni, hogy mindenki önként ajánlotta fel, és büszkék arra, hogy ezt odaadhatták. Mert tudják ők is azt, hogy akkor ez az örökség jó kezekbe került, és át lehet adni majd az utánunk következő nemzedéknek. Azt hiszem, hogy ennek a mai napnak pontosan ez az üzenete, hogy azokat az értékeket, azt a nyugodtan mondhatjuk, hogy szellemi örökséget is, és tárgyasult örökséget is, azt igen, azt meg kell mentenünk, és olyan formába kell megőriznünk, hogy valóban majd azok az emberek is, azok az utánunk felnövekvők is láthassák, akik lehet, hogy már ránk nem fognak emlékezni, de mégis azokban a tárgyakban ezt a szellemet meg tudják majd fogni. Az átadó ünnepségen Pallai Ferenc Péter polgármester felidézte a ház történetét, amely egyben a falu történetének is krónikása, hiszen a családi házból és kovács műhelyből előbb posta lett, majd az épület állapota leromlott, de a Magyar Falu program segítségével sikerült megmenteni az enyészettől, mondta el a polgármester. Országos szinten mintegy 1000 hasonló ingatlan van, amelynek több mint egy harmadát a Magyar Falu program keretén belül újították fel. Láthatjuk, hogy a mögöttünk lévő közösségi tér is, ami kialakult a falu központjában, aminek igazán tudunk örülni, mivel a falunak a központi részében kapott ez helyet, ez a régmúlt időket látott épület, ahol egy több generációs, mint említettem, kovács mesterséget űző család is élt és dolgozott, keresztény hitben és lelkületben. Sikerült ezt nekünk megszereznünk, megvennünk, felültenünk, kórhű állapotába visszaállítani és berendezni, ami legfontosabb, hogy megkaptuk azokat a berendezési tárgyakat, amiket abban az időben használtak elődeink. Több mint 100 millió forint jött már ide a Magyar Falu programban a községünkben, itt út, járda,
megépülése, beszerzések, eszközbeszerzések, amik elősegítik azt a tendenciát, amit a kormány kitűzött célul, hogy a falvak ne néptelenedjek el, maradjanak meg a falvak lakosai, éljen a falu. Nagyon sok lakatlan ingatlan volt, az elmúlt években megvásárlásra kerültek a lakatlan ingatlanok nagy részei, szinte már azt mondhatnám, hogy nincs is felújtható lakatlan ingatlan, ami nem kelt el. Beköltöztek, jöttek ide emberek, megállt az elvándorlás, annak köszönhetően, hogy a falusi csok is közben játszott, és nem beszél róla, hogy helyben utóbbi pár évben több mint 20 ember kapott munkalehetőséget. Az iskolában, óvodában, baromfinevelőtelepen, sütőüzemben, tésztőüzemben, és ez nagy jelentőséggel bír afelé, hogy a helyben megkapott munka értékkel bír, és a falu reneszánszát élheti. Ez körülbelül 3 éve indult el, hogy az ingatlan lakatlanná vált, és nagyon-nagyon pusztulásra volt ítélve, és akkor volt lehetőség Magyar Falu Program keretében pályázni a megvásárlásra. Úgyhogy megvásárlása is Magyar Falu Program keretében történt, és a megvásárlást követően, mikor sikerült megvennünk az épületet, akkor adtunk be pályázatot Magyar Falu Program keretében a közösségi tér felújítására. Ugye összességében közel 30 millió forint állami támogatás, ami Magyar Program keretében érkezett erre az épületre. Ennélkül nem tudtuk volna megcsinálni ez a kis település, ennyi önerőnk nem volt, ennyi pénzt nem tudtunk feláldozni, nem is lett volna miből, úgyhogy ezért köszönhet a polgári kormánynak, hogy ezt megtettük. Laskodra eddig több mint 100 millió forint érkezett a Magyar Falu Program keretében, tette hozzá a polgármester. Gyopáros Alpár kormánybiztos úgy fogalmazott, a falvak elnéptelenedése a múlt század derekán kezdődött, és ezt a folyamatot csak lépésről lépésre lehet megfordítani. A magyarországi kistelepülések, a falvak elnéptelenedése az gyakorlatilag egy 70 éves folyamat, valamikor az 50-es években kezdődött a padláslesöprések időszakával, és azóta a kistelepülések, a magyarországi falvak népesség száma egyesével is, de összességében is folyamatosan csökkent. Nyilván voltak néhány kivétel, adódik, agglomerációs települések, valamilyen nagyobb gazdasági erőcentrum vonzás körzetéből lévő kis települési gyűrű, az lehet egy kivétel, vagy egy-egy felkapott turisztikai hely, egy Balaton környék, vagy egy Dunakanyar térsége éppenséggel, de azért a magyarországi kis települések döntő része, 90%-a nem ebbe a szerencsés helyzetben van sajnos, hanem valóban évtizedek óta csökkent a népesség számuk. És bizony, amikor elkezdtük a programot 2018-ban, akkor világosan tudtunk detektálni több száz olyan települést, ahol, hogyha valamit nem csinálunk, akkor ez a több száz település, ez gyakorlatilag teljesen kihalt volna belátható időn belül. És ezért indítottuk el a Magyar Falu Programot. Mi minden ilyen életminőséget javító igényen igyekszünk segíteni, és ennek keretében országszerte több mint 30 ezer nyertes pályázatot hirdettünk, ilyen pályázatot, mint ennek az ingatlannak a felújítása, ennek a közösségi térnek a felújítása is, és ennek a 30 ezer pályázatnak az eredményeképpen több mint 300 milliárd forintnyi fejlesztést hajtottunk végre, ilyen életminőségjavító fejlesztéseket szerte a falvakban. A kormánybiztos hozzátette, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye 5-ös számú választókörzetébe a Magyar Falu Program keretében eddig mintegy 15 milliárd forintnyi fejlesztést valósítottak meg, amely Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranyavár vármegye körzetei mellett a legtöbbet támogatott aprófalvas körzetek közé tartozik. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a Szatmár Határok Nélkül című református rendezvényről is szó esik. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!